hiányozni fog ez a város, mert Székesfehérvár lett a második otthon. Csikara Sugano 5 éve varázsolja el Székesfehérvár közönségét az Alba Régia szimfonikus zenekar kötelékében. Most azonban eljött a búcsú ideje, Japánban folytatja művész karrierjét. A muzsikus ez alkalomból vasárnap egy csodálatos koncerttel készült a fehérváriaknak zenésztársaival, barátaival. Nagyon-nagyon sok külföldi és egy másik kultúrából származó tapasztalatot hozott ide Csikara, fuvaloművészünk, és azt gondolom, hogy ha visszagondolok a vele töltött időre és a vele töltött beszélgetésekre, akkor ő is nagyon-nagyon sok mindent tanult itt az európai zenekultúráról, azon belül a magyar zeneművészetről, és ezt ő ki fogja vinni magával Japánba, azt gondolom, hogy méltán bízhatunk benne, hogy jó hírünket viszi a világba. Csikara Sugano több nemzetközi elismerést is magáénak tudhat, szólistaként számos rangos, főként európai zenekarban játszott. Az Alba Régia szimfonikus zenekartól elbúcsúzva a művész visszarepül hazájába, és júliusban már egy másik zenekarnál folytatja pályafutását. Mint mondja, nagyon hálás az Alba Régia szimfonikus zenekarnak az elmúlt 5 évért. Amikor elkezdtem itt dolgozni a magyar zenekari tagok mellett, én voltam az egyedüli japán. Ideges voltam, mert nem tudtam magyarul, más kultúra várt itt. De a kollégáim nagyon kedvesek voltak hozzám, nagyon sok tapasztalatot szereztem. Köszönök mindent a zenekarnak és az imádnivaló kollégáimnak. A vasárnapi koncerten Mozart, Kummer és Kuhlau muzsikáival búcsúzott el a szimfonikus zenekedvelőitől a japán fuvola művész.